Ugye az egyik legnehezebb feladat a cégvezetők számára, de nem csak a cégvezetők számára, hanem bármilyen létesítményben vagy szervezetben az egyik legnagyobb felfájást okozó feladat az a helyes, azaz pontosan eléggé nagy kihívást jelentő célok megállapítása. Mert ez ugye egyenesen csak kapcsolódik ahhoz, hogy bizonyos dolgozók, tehát a munkaerőnk, a humán erőforrásunk mennyire végzi motiváltan azt a bizonyos feladatot el, és akkor ezáltal mennyire végzi el helyesen azt a feladatot, amit rájuk szabtunk, mennyivel fog ez kerülni anyagi szempontból a cégnek, és akkor ez persze meghatározza a cég vagy a szervezet hosszú távú anyagi és emberi tőke szempontból fenntarthatóságát. Na most akkor beszéljünk egy picit a motivációról. Hogyan is működik, vagy próbáljunk meg felépíteni egy dinamikus modellt arra, hogy hogyan lehetne a motivációt modellezni, vagy hogyan lehetne ezt egy picit megérteni, vagy leképezni azokat a kapcsolatokat, amik mozgatják az embernek a motivációját. Ugye itt, hogyha régen többször említettem, hogy bármilyen modell elkészítésekor az első lépés az az, hogy meg kell egy picit vizsgáljuk, hogy mik azok a mennyiségek, amiket meg tudunk mérni, amit valamilyen formába adatpontokhoz tudunk csatolni, mert csak az lesz a biztos pont. Ebben az esetben ugye mindenképpen van, hogyha egy dolgozóról vagy egy alkalmazottról beszélünk, akkor természetesen van egy motivációnak megfogalmazható mennyiség, amit ehhez a személyhez társíthatunk, de ezt nagyon nehéz mérni. Amit valóban mérni lehet, az a teljesítménye. Tehát meg tudjuk azt pontosan mondani, hogy a rászabott 100 feladatból 93-at végez el helyesen, és 7-ben hibázik, vagy valami hasonló mérőszámot összetudunk rakni. Tehát amit mérünk, az a valós, produkált teljesítmény. Akkor ezzel szemben van egy másik teljesítmény is, mégpedig az, amit mi szeretnénk a dolgozótól, ez az elvárt teljesítmény. És akkor valahogy szerintem így építhető fel a motivációs visszacsatolási ciklus. A legelején bontsuk szét csak fiziológiai vagy pszichológiai komponensekre, ne vegyük figyelembe az anyagi oldalát. Pszichológiai értelemben a motivációt szerintem újra ez egy komplex rendszerek szemszögéből megközelített kérdés, úgyhogy ha képzett pszichológusok hallgatják, vagy nézik ezt a videót, akkor mondjátok meg, hogy melyek azok az ordító hibák, amelyek akaratlanul bele fognak kerülni ebbe az eszmefuttatásba. De komplex rendszer szempontból felbonthatjuk ezt a motivációs folyamatot egy pozitív és egy negatív visszacsatolási körre. A
pozitív visszacsatolási kört azt elnevezhetjük ambíciónak, és az úgy fog kinézni, hogy ugye meg mi is, illetve a munkaadónk is tökéletesen tisztában van azzal, hogy milyen a mi mostani teljesítményünk. Ugyanakkor mind a ketten tisztában vagyunk azzal is, hogy mi az elvárt teljesítmény. Hogyha visszamegyünk erre a játék példára, akkor hogyha tudom, hogy én 93%-os pontossággal teljesítek egy feladatot, és a munkaadóm 98%-os pontosságot vár el, akkor van egy 5%-os különbség. Tehát mindenképpen tudom, hogy hol vagyok én ahhoz képest, ahol kellene legyek. Az elvárt teljesítményhez képest. Lehet, hogy nem vagyok mögötte, lehet, hogy előtte vagyok, ez nem számít, csak mindenképpen van egy mérőszám. Akkor van egy olyan, hogy teljesítmény különbség. Tehát pontosan tudom én, hogy mekkora a teljesítmény különbsége. És akkor, hogyha a teljesítmény különbség az mindenképpen két dolgot okoz. Az egyik az a negatív úton lehet frusztráció, vagy a másik úton az lehet többlet motiváció. Hogy, és ez szerintem főleg pszichológiai szempontból visszavezethető oda, hogy mekkora ez a különbség. Hogyha ez a különbség 50%, akkor valójában a cél az elérhetetlen. Tehát olyan dolgot kérnek tőled, ami lehetetlen, és akkor ezáltal még jobban magad baroskodsz, és leesik a motivációs szinted, és ezáltal a teljesítményed még jobban romlani fog, és a cél akkor elérhetetlenebb lesz. Ugye ez a negatív visszacsatolás alapján létrejövő ciklus. A másik az pedig, hogyha nincsen túl messze ez a kívánt teljesítmény a jelenlegi teljesítményettől, akkor ez persze teljesen emberfüggő, de talán létrejöhet egy ilyen, ezt meg tudom még csinálni, hogy már nem kell túlzottan túl sok befektetett energia azért, hogy elérjem ezt a cél, és akkor ez valójában arra ösztönözne, hogy egy picit nagyobb figyelem vagy erőbefektetéssel dolgozzak, ami aztán növeli ugye az aktuális teljesítményemet, és akkor a különbség egyre csökken, és akkor még jobban növeli az aktuális teljesítményemet, és akkor ez egy ilyen, és egy idő után persze el fogom érni a célt, akkor ez egy ilyen pozitív visszacsatolási ciklust formálna. Na most, van egy olyan is, hogy ezeket a célokat, van a burnout, ugye a kiégés. Tehát ezeket a célokat a munkaadóm az folyamatosan mozgatni fogja. Tehát nem csak a jelenlegi aktuális teljesítményem változik időről időre a motiváció függvényében, hanem az elvárt teljesítmény is változik. És ez azért vezethet problémához, mivel van egy időeltolódás. Tehát a motiváció változása, ugye ezt nem tudjuk mérni, de valóban az alkalmazott által észlelt vagy tanúsított motivációnak a változása, az meg fog mutatkozni a teljesítményen. Csak van egy időeltolódás, ami megtörténik, a motiváció változás és a teljesítmény változás megmutatkozása között. Tehát, hogyha én most nagyon motivált leszek, az még nem jelenti azt, hogy rögtön a következő napon, vagy rögtön a következő héten
tudom hozni ezt a megnövelt teljesítményt, vagy hogyha nagyon demotivált leszek, nem fog föltétlenül. Talán a negatív ciklusnál egy picit gyorsabb, az összeomlás az általában gyorsabb, mint a növekedés, de ez persze attól függ, hogy 97-98-as skálán vagyunk, vagy éppen a 20-as vagy a 30-as skálán vagyunk, ott ahol javulást elérni sokkal könnyebb, mint a 90-es skála környékén. Most az azt fogja eredményezni ez az időeltolódás, hogy a munkáltató, aki beállítja ezeket az elvárt teljesítmény célokat, lehet, hogy rossz értékre, tehát rossz mostani teljesítményemre kalibrálja be az elvárt célokat. Tehát lehet, hogy már a motiváció megváltozott, és ezentúl jobban fogok dolgozni, vagy ezentúl rosszabbul fogok dolgozni, de ez még nem mutatkozott meg a mostani teljesítményemben, ellenben a munkáltató az új cél kitűzésénél ezt már figyelembe veszi, és akkor lesz egy újabb különbség, egy ilyen diszkrepancia lesz. És akkor, hogyha a munkáltató túl gyakran váltogatja ezeket a célokat, akkor a dolgozónak nincsen ideje alkalmazkodni az új célokhoz, és egy ilyen elérhetetlen álmot fog űzni, mert soha nem tudja, hogy valójában mi az elvárt teljesítmény, és ő hogy hol helyezkedik el. Ugye, mert ez nagyon fontos, hogy valójában te sem tudod számokban leírni a motivációdat. Lehet, hogy érzed, de nem tudod pontosan meghatározni, hogy egy 1-től 100-as skálán most 85 vagy 93 vagy, és ezért szükséged van arra, hogy folyamatosan az elvárt teljesítményhez képest hasonlítsd magad, hogy be tud lőni, hogy mekkora ez a különbség, vagy ez az előny, ami fennáll számodra. Na most ez az időeltolódás az egyik probléma, ami ugye azt a tanácsot vezetné le, hogy ne váltogassuk a célokat túlzottan gyorsan, de persze a munkáltatónak van egy más rendszer, ugye ezek komplex rendszerek, úgyhogy más rendszerekből jövő impulzusai is vannak, a piac, ahogy mozog, a versenytársak, ahogy mozognak, a munkaerőpiac, ahogy mozog, tehát több különböző okból tud ez a célváltoztatás megtörténni, nem feltétlenül csak az alkalmazottak motivációjának a perfekt belövésése folytán. Akkor egy másik, és akkor ugye, hogyha folyamatosan olyan mint a burok, amit felkötünk egy botra, és a nyuszi hátára kötözzük, és akkor a nyuszi kergeti azt a burkot, de soha nem éri el. Ez egy valós veszély ezeknél a célbelövéseknél, különböző dolgozók számára, mert hogyha folyamatosan elérhető, vagyis majdnem elérhető távolságba helyezzük a célokat, de folyamatosan növeljük őket, akkor a szuper dolgozónk, aki ugye a pozitív, az ambíció visszacsatolási ciklus alapján működik, egy idő után ki fog égni. És azért ezt nem lehet folyamatosan végrehajtani. Egy másik vetülete természetesen a motivációnak, az embernek nem csak pszichológiai motivációja van, hanem többdimenziós ez a dolog, ugye van, hát mindenképpen van az anyagi oldal, ami erős, aztán persze lehetne még kibővíteni, de arra most nem térünk ki. A családi oldalt, a környezet oldalt, a lakásárak, tehát éppen a környezetben, tehát sok vetületet be lehetne hozni, és ez egy nagyon érdekes tanulmányterület, megvizsgálni azokat a faktorokat, amik egy bizonyos embernek a motivációját befolyásolják, miért mozognak munkahelyek között az emberek, miért költöznek el bizonyos országokba, miért költöznek haza már bizonyos országokból. De ez egy másik történet. Ami talán még ehhez a
core központi modellhez tartozik, az a, az a fizetés. És ugye pontosan ugyanezt a visszacsatolási kör struktúrát fel lehet építeni a fizetés szempontjából is. Tehát a, ha úgy vesszük, a valutája a dolgozónak ez a teljesítmény, amit nyújt a munkáltatónak, illetve a munkáltató valutája, azaz a jutalom, amit ezért a teljesítmény átszolgáltatásáért vagy átnyújtásáért ad, az a fizetés. És akkor ugyanígy megvan a dolgozónak az elvárt fizetése, és megvan a munkáltatónak az aktuális, adott fizetése. És akkor a kettő között esetleg van egy különbség. Csak persze talán a fizetés az nem változik annyira dinamikusan, mint a munkahelyi elvárások, vagy a célok, vagy a targetek. És akkor valójában ugyanazt a struktúrát fel tudjuk építeni rá, hogyha ez a fizetés, amit én elvárok, és amit kapok, ezek között a különbség nagyon nagy, akkor fel lehet építeni egy olyan visszacsatolási ciklust, hogy valójában én úgy ítélem meg, hogy ez a munka ez túlzottan nehéz, vagy túlzottan sok időt vesz igénybe, vagy az általam nyújtott szolgáltatás a többiekhez képest túlzottan jó minőségű, és akkor ez a nem vagyok eléggé megbecsülve típusú ciklusba lép, és akkor ezáltal te a két fizetésedet növeled, ugye, vagy a motivációt csökken, és akkor csökken a teljesítményed, és akkor ez újra összeomlik ez a ciklus. A másik persze, hogyha nem ennyire, tehát a fizetést büntetésként is lehet alkalmazni, vagy egy büntetési dimenzióként, és hogyha a fordítottja áll ennek fent, hogyha a munkáltató érzi úgy, hogy te nem nyújtod azt a teljesítményt, ami a fizetéseddel arányos lenne, vagy esetleg a társaid jobb teljesítményt nyújtanak ugyanezért a fizetésért, akkor neki megvan az opciója, hogy vagy valaki mást alkalmaz helyetted, vagy levág a fizetésedből, és akkor ez is motivációként hathat. Vagy pozitív, vagy negatív motivációként. Attól függően, hogy ugyancsak mekkora ez a vágás, és mekkora ez a különbség, pontosan ugyanúgy, mint a motiváció különbség.